Július 1-ig továbbra is hatósági áron tankolhatunk valamennyi benzinkúton a kormány szerdai döntése értelmében. Miközben a fogyasztók örülnek a döntésnek, az üzemanyagszektor szereplői aggodalmaknak adnak hangot. A problémánk az továbbra is ugyanaz, ami eddig volt, tehát veszteségeket szenvedünk el ezzel az árhosszabbítással. Ugyanis attól, hogy mi megkaptuk ezt a tavalyi március-április-májusi hónapnak a 80%-át, tehát literbe kivetítve a tavaly eladott mennyiség 80%-a utána 20 forintot, ez úgy tudna megfogalmazni, hogy egy szépség tapaszt a nyílt sebben. Tehát ez nem fedezi a kiadásainkat még ez sem. Ráadásul ugye ez nem 3 hónapja, hanem ezzel együtt 7,5 hónapja tart ez a árstopp. Mivel a független benzinkutasok a nagy forgalom kis haszon elven működnek, hosszú távon nem tudják az árstopp költségeit viselni anélkül, hogy csődbe menjenek. Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője szerint az árstopp akár azt is eredményezheti, hogy több száz benzinkút zárhat be a jövőben, ami komoly ellátási gondokhoz vezethet. Szerinte jelenleg a kisvállalkozások saját tartalékaikat élik fel. Minden egyes hosszabbítással valami olyan kis soldatos infúziót kapott a szakma, amivel ugyan túlél, de hosszú távon így nem tud működni, és csak azért vannak még nyitva ezek a kutak, mert a saját akár privát megtakarításaik árán és annak a felhasználásával, vagy más tevékenységből jövő bevételeiknek az átpakolásával tartják életben ezt a vállalkozásukat. Magyarországon közel 2200 benzinkút működik, amelyek 52%-át nagy társaságok, 48%-át pedig kisebbek, például családi vállalkozások üzemeltetik. 2022. februárjában a rendszerváltás óta először tömörültek a független benzinkutasok egy közös szervezetbe, akik az ársapka miatt hónapok óta jelentős veszteséggel működnek. Egri Gábor, a szövetség elnöke szerint a mostani árstopp eredményeként a független benzinkutasok finanszírozzák az autósok költségeit. Akik meg tudják fizetni akár a 700 forintos üzemanyagárat literenként, azok tessék, fizessék meg, és akik viszont rászorultság alapon támogatást kell, hogy kapjanak, azokat támogatni kell. Van miből, mert az éves bevétele az államháztartásnak az áfa és a jövedéki adóval körülbelül 1000 milliárd, és hát azt is látni kell, hogy a magyar olajvállalatnak, a MOL-nak márciusban 7-szeresére nőtt a finomítási nyeressége februárhoz képest. Tehát van a piacnak két olyan nagy szereplője, ahol hát úgy mondjam, lehet a pénztárcában kotorászni. Ne ezek a kis vállalkozások, kis családi vállalkozások, akik személyes közreműködéssel vesznek részt a vállalkozásaikba, fizessék a több mint 3 millió autósnak a kedvező mobilitását. A Független Benzinkutak Szövetsége a kormánnyal egyeztetve keresi a hosszú távú megoldást. Az ársapka bevezetésének hatására jelenleg Magyarországon kizárólag a MOL biztosít üzemanyagot a benzinkutak számára.